Sziasztok, Albino vagyok, és egy újabb része jelentkezem a sorozatomból. Na, akkor kezdjük a változásokkal. Leges-legelső és szembetű változás, hogy kicseréltem a textúra pakkot egy ilyen 64 bitesre. Látjátok, azért egy jó pár dolognak megváltoztatta a textúráját. Hát most kipróbálom, hogy így milyen. Látjátok, a renderből is egy kicsit szebb lett. Akkor csináltam ide egy ók gyilkológépet. Na, el van koppakkal teljesen, úgyhogy ki kellene cseréljem. Hozom a másikat, az elvileg itt van bent. Na, akkor már bevittem. Mert kellett nekem fonál, de mondjuk lehet, hogy most le is állítom, mert van elég. Van mob soul is, most már nem állítom, úgyhogy nem is kell akkora másik kard. Leállítom ezt. Igen, ezek most itt jókolnak. Majd kinyírom őket. Majd a kardot azt. Amit kiveszem, nagy még azért biztonság kedvéért ezek kiveszem. Majd itt engem is kinyírja. Gyertek ide, pókok! Na, leállt, jó. Oké, beszívta? Nem, nem. Na, akkor ez most egyelőre álljon. Ezt így visszarakom. XP az már az ebben. Na, szóval ez az egyik változás. Illetve az első kettő. A másik pedig az, hogy be próbáltam beautomatizálni a dolgokat, alhoz mehetem be több receptet, kompresszort, crushert, inscribert, magma crucible, metallic infused pulverizer, de ezek nem nagyon sikerültek, még egyelőre csak a crusher tudtam, úgyhogy ezzel most nem is nagyon foglalkoztam, de most a mai rész témája, a sok képesített mod után most már szeretnék elkezdeni egy mágika módot, itt terepet rendeztem az előbb, de csinálok, és elkezdem a botaniát. Ugye ez a növény alapú mágián, növények alapján, növények által. Én látjátok, itt egy csomó növény van. Vannak azért itt potionok is, vannak rúnák, szóval sok minden van benne. Most csak az alapjait fogom megmutatni. Legelsőnek egy ilyet kell nekünk csinálni. Egy petál apotékerit. Ahhoz kell nekünk Mystical White petál. Azt meg úgy tudunk csinálni, hogy fogunk egy misztikus Mystical White flowert, és csinálunk belőle a petált. Ide simán berakjátok, és kész. Ja igen, hoztam magammal egy chestet. Még ezt ide berakom. Egyenlőre. És ebbe beledobálom a dolgokat. Space. És hogy működik ez? Space. Nem tudom, hogy hogy. Na mindegy, ide beledobálom a növényeket, amit most nem kellenek. És amik a botaniához majd kellenek. Így. Na szóval. Megvan nekünk ez a white petálunk. De meg most még a géphez. De lehet, hogy hozok ide. Bár ott is van crafting téma. Mindegy, amúgy is kell nekem kő, még hozzá sima cobblestone. Cobblestone, két stack, meg van-e oak woodom? Nincs, remélem van valahol oak woodom, mert azt hiszem az a jó neki. Csak igen, most egy kicsit rubber, lehet, hogy szednem kell. Saplingem van-e? Ó, igen, ez a láda is nagyon megtelt, ezt is meg kell ürítsem, nem volt rá időm. Van-e oak wood saplingem? Van. Van-e csontlisztem? Hát, majd lesz mindjárt. Ennyi elég lesz. Így. Gyorsan növeztek pár oak woodot. Így. Ezt most pont a fejszét raktam el.
Jó, akkor ezt kivágjuk. Csak hogy legyen oak logunk. Nem tudom, hogy milyen log jó még neki. Mindegy, csinálok egy 2, 3, 4 darabot. Nem emelném ezt a csontlisztre. Na, egyben ültetek ám. 12. Elég lesz ez. Na, ne szórakozz már. Na, mindegy, ezt kivágom, addig talán kilő az is. Ezt a kettőt kivágom. És utána még hozok egy kis csontlisztet, de lehet, hogy van is nálam, bár nem hiszem. És akkor ültetek ide a közelbe, hogy azért legyen. Nem olyan sokat kaptunk szerintem oákokból. 21, hát az nem sok. Na, hozzunk még egy kis csontlisztet. Szerintem van ott a közelbe is, a gépbe. Tehát így, nekem most elég. Így. Az egyet még kineveztem, egyenlőre. Na, itt is volt a szekrény. Hoppá, nem fülesíteni akartam. Látjátok, a csontliszt egy kicsit befülesít itt a területet. Na jó. Nem kell fül egyáltalán. Csak úgy van majd. Mondj. Na. Jó. Ez is oakúd, de nem ezek már ilyen. Mindegy, gyűltetek egy-két akúdot, ugye a közelbe. Így. Így ide. Talán nem fog összejönni, de biztos összefogna mindegy. Majd látom, és teledik is úgy, hogy alszok, ezeket visszateszem. És lehet, hogy ez is. Ez is. És ez is. Jó. Na, szúnya. Most már kezdjük el az alapokat. Na. Szóval meg kell csinálni nekünk azt a petált, ugye? Ez kell, mert van minden. Hát nincs, mi nincs. Cobblestone slab. Így, nagyon csinálom. Mennyit. Most már elvileg megvan, igen. Egy petál, jó. Csináljunk kettőt, ott van már két fejé, le vagyunk, akkor csinálunk kettőt. Kell nekünk egy bucket. Jó. Ebből is viszünk kettőt. Ezt letesszük valahova. Na mondjuk ezt ide. Közé rakok rögvizet. Három, és akkor ide is leteszünk egyet. Jaj, de jól tudom, itt ezért van. Ja. Igen, itt... Na mindegy, megcsinálom. Használom még sand. Illetve... dirt. Meg tudom csinálni ezt itt. Így. Betemetjük. Így. Na, akkor hozzunk vizet. Pár. Így is tudom hozni vizet. Csak tudnám már, melyikkel váltottam. V. Nem? Egy gyorsan nézem. És tudom, hogy a táskád. Meg hogy melyiken vagyok egyáltalán. Mindegy, megnézzük, hogy most hova szívja a vizet. Ez víz. Igen. Ja. Akkor nem kellett váltanom. Illetve nem is láttam, hogy hova vált. Akkor. Így. Ide. Ide, amúgy is már az örök. Na. Akkor fogjuk a vödrünket. Merítünk a vízből. Most nem rakja bele. Így. Így. Megtöltjük mind a kettőt. Így. És a következő lépés, amit nekünk meg kell csinálnunk, ez egy kis fehér növényke. Aminek az a neve, hogy mindjárt megkeresem. Ott régen csináltam már ezt is, úgyhogy
Na, de egyszerűbb. Előkeresem a könyvemet. A botaniáról is van könyv, ez a tanulmos könyv. Ez se az. Biztos nincs. Ez a eszenciák. Bízok benne, hogy van róla könyvem, hát végül is, hogyha nincs, akkor lehet csinálni egyszer. Ah, ez biztos nincs. Botania. Nincs, akkor hogy kell csinálni botaniás könyvet? Mexika, botania. Nézzük. Ott van. Egy szepling és egy könyv. Van itt szeplinge? Van. Ja, de hát így is meg tudom csinálni. Jó. Na, így legalább akkor. Már meg is kaptam egy achievementet. Így legalább az alapokat meg tudjuk. Ugye, itt vannak a növények, itt a petá, a pure daisy-t kell nekünk csinálni. Azt pedig úgy kell, hogy a petálba. Igen, petálnak a receptje, jó? Vissza. Így. Szóval a petálba 4 darab fehér Mystical Flower-t, és kell nekünk még. Kell nekünk még mag. Viszek egy adagot. Így. Egyelőre ennyit. Mehetünk erre is végül is. Na. Szóval. Fogjuk. Azt berakjuk. Fogjuk a fehéret. Csinálunk 4 ilyent. Hozzuk. Most miért a... Elég nekem most ez is. Így, ez már nem kell. Szóval fogjuk a 4 fehéret, és nem tudom, jó klikkel. Nem, csak simán Q-val beledobáljuk. Így, és ez elvileg elindul a folyamat. Á, ide jött és árt. Régen láttalak. Elindul a folyamat, de ezt úgy lehet gyorsítani, hogy egy seedet beledobtok, és már is megkaptátok a Pure Daisy. Pure Daisy arra jó, lerakjátok, és most előbb Wood kell nekem. Körbe rakjátok Oak Wooddal. Vagy nem tudom milyen Wooddal lehet. Akkor egy idő után átváltoztatja Living Wood-de. Na de most csinálok még egy Pure Daisy-t, és akkor csinálja a másik műveletet is. Egyből. Azt a másikba beledobjátok ugyanúgy a 4 levelet. Az egy magot, és megvan a Pure Daisy. Ezt pedig ide rakom egyelőre, és ezt pedig körbe rakom cobblestone-nal, ebből meg lesz a Living Rock. Elvileg cobblestone kell, lehet, hogy sima stone. Aha, sima stone, mert látjátok, itt már mennek ezek a kis particle effektek, változtatják, de itt nem, tehát akkor nem. Cobblestone kell, hanem sima stone. Úgyhogy hozok sima stone-t, ezt meg égetek le egy jó adagot. Legyen. Hol is kell? Azt hiszem itt. Nem. Itt. Így. Ezt leégetem. Így is te megy bele, és akkor kell sima stone. Ebből viszünk akkor 2 stack-kel. Ez meg elvileg mindjárt oda beküldi a gépbe. Na jó. És át is változott. Na de mindjárt megmutatom. Ezen is. Hogy változtatja át. Igen, már megy is a folyamat. Jó. Tehát ez átváltozott Living Wood-dá. Ezt szépen fejszével ki kell szedni, ugyanúgy, mint a Woodot. Elaggolj már. Ú, de szar az egerem már, vagyis hát az egér alátétem már megint. És akkor újra körbe tesszük fával. Ó, ez nem biztos, hogy át fog változni. De miért lefele teszed már?
Nézd meg, na minden meglátjuk. Megvárjuk ezt, amíg átváltoztatja. Látjátok, lássátok, hogyan csinálja. Ezeket megtöltjük ismét. Hogy nem még sima stone. Szerintem ez a három nem fog átváltozni. Azt hiszem így kell legyen. De nem biztos, majd kiderül. Gyerünk, csináld a dolgod. És utána folytatjuk tovább. Jól van. Maradjál csak szépen helyeden. Hát egy kicsit el van csúszva az egész, de mégis nem lényeg. Ez itt még kellene a földetre. Na igen, és így. És így átváltoztatja a Living Rock-ká. Amit ugyanúgy... Ugyanúgy cover, hogy pikákszal lehet kiszedni. Akkor még csinálunk még egy adagot ebből. Mindegyikből legyen két adag. Közben megnézem azt, hogy átváltoztatja-e mindet. Egy, kettő, igen, sejtettem az, de átváltoztatja, jó. Oké, akkor nincs baj. Jó, ezt kivágjuk. Megmutatom a következő lépést. De meg is nézhetjük a Lexica Botaniába. Hát itt a Runic Altar, mutatjuk a következőnek. De ehhez kell ilyen, amit majd később tudunk megcsinálni. Szóval nem az lesz, hanem ez a Wand of Forest. Ugye? Ehhez kell kétféle misztikál, attól függően milyen színűt akarunk, egy fehér és valamilyen más színű, és három Living Wood twig. Úgy kell, hogy két Living Woodot összekraftolunk. Tehát itt akkor össze, mert jó, ebben van, azért hoztam ilyet ide, mert ezt tudjuk. Így. Tehát ebből kell nekünk három darab. Úgy, megvan a három darab bot. Akkor csinálunk, melyikből van a legtöbb, ebből mondjuk. Kell majd szedjek fehéret, de lehet, hogy így is lehet. Mindjárt megnézzük. Igen, így is lehet. Ez most zöld. Oké, megvan a botunk. Ez arra jó. Ó, hát is változott. Hogy majd lássuk a manna töltődés erejét. Ó, milyen szép a nap is, látjátok. Megy lefelé, mindjárt mehetünk aludni. Na. Tehát megvan a bot. Ezt leszedem innen, kiszedem a Pure Daisy-ket, egyelőre szerintem most nem kell több. Elrakom későbbre, hogy legyen itt hely, és majd valahol átrakom máshova őket. Daisy, gyere te is. Jó, két Daisy-t elrakjuk későbbre. Ha ezek maradnak, megyünk, alszunk egyet, ne legyen éjszaka. És folytatjuk tovább. Na, kis világosodott, mehetünk dolgunkra. Tehát következő lépés, ha ezzel megvagyunk, akkor egy mana pult kell csinálnunk, amit így körbe Living Rock-kal lehet elkészíteni. Tehát... Aj, már ez a rohadt tegél, de szar! Istenem már. Na, és megvan a Diluted, ez még nem az igazi mana pool. Ezt mondjuk lerakjuk. Egyenlőre. Ide. Na már most kell nekünk egy olyan, ami megtölti. Ezt. Az pedig a... Mana Spread. Ami meg fogja tölteni egy manával. Ennek pedig az elkészítése kell egy gold, egy növény és 6 living wood. Tehát kell nekünk egy gold. Hol van az én wifi-s cuccom? Kell, már itt bemászkáljak. Kell nekünk egy gold. Tehát viszünk mondjuk egy 23-at, úgy látom már fogyunk. Ezt is berakjuk majd ide, mert ebből is kell egy ilyen. Hol van, amit csináltam? Ja, azon elhasználtam. Akkor ezt vissza. Csinálunk még egyet.
amiből a legtöbb van. Aztán majd úgy is kell gyűjtögessek. Szóval kell ide egy gold, ide egy flower, és alá fölé living wood. És meg is van nekünk a mana spreadünk. Ezt le kell tenni úgy, hogy ne legyen pont a más királyba. Na, de látjátok, itt mutatja, hogy merre lövel, de ezt meg lehet úgy shift klikkel oda beállítjátok elvileg. Vagy, nem, ezzel nem. Vagy hogy mi nem lehet? Nem. Aha, így kéne valahogy. De miért nem lehet? Alt. Hanem ez minden olyan fordult. Na jó, egyszerűbb. Lerakom úgy, hogy szembe legyen a mana. Mondjuk legyen egy 1, 2, 3, 4, 5 távolságra. És most így látjátok, szembe van. Tölti a manával, és accepting, így fogadja a manát. Te, ez így nagyon kevés, mert így minimálisan tölti, sőt szerintem nem is tölti egyáltalán. Ehhez kell nekünk növény. Méghozzá olyan növény, ami tölti a manát, magába szívja és tölti. Hát az méghozzá a Daybloom, és ezt úgy kell csinálni. Kell két sárga petál, egy narancssárga, narancssárga, igen, és egy light blue, remélem van mindegyikből. A sárga, hogy csinálunk egy 8-at, tehát mindegyikből növényből van 4-et. Light blue, ebből csak 4 kell. Így. És oranzs, bízok benne, hogy van oranzsom is, mert ha nincs, akkor el kell menni gyűjteni. Hát úgy látom, oranzsom pont nincs. Úgyhogy gyorsan körülnézek. Közelben hol lehet oranzs. Ez elvileg hamar megvan. Ó, ez is még itt van, de jó. Gyorsan körbe repülöm itt a környéket. És szedek egy pár oranzsot, úgy látom ott vannak. Jó, nem is kellett messzire mennem, remélem ez oranzs. Igen. Jó. Mégis 4 darab, hol volt, láttalak még. Ó, fehér az viszont kell majd. Akkor nem sok van. Az viszont még kell. Láttam még az előbb oranzsot. Nincs. Hány darab van? 4, abból kijön 8, ez pont az, ami most kell. Utána is lehet, hogy kell még. Na mindegy, nem húzom ezzel az időt, majd videón kívül, most csak az alapokat úgy is ezt akarom megmutatni. Ezeket is átalakítjuk petálokká. És megcsináljuk a mixet, amit piros van csak. Jó, visszaszálltunk. Akkor ezt is átalakítjuk petállá, bár ebből is csak 4 kell. Úgyhogy megvan a recepthez. Ez se kell most lingúrokot be. Na, és akkor kezdjük el a gyártást. Szóval, 2 sárga, 1 világos kék, 1 narancs, és 1. Hopp, meg is kaptuk az achievementet. Akkor a következő. 2 sárga, 1 világos kék, 1 narancssárga, és 1 mag. Oké. Elő a vödröt. Újra töltés. Egy petál, vagy egy apotékeri. De jól mondtam, petál apotékeri. Akkor újból. 2 sárga, 1 kék, 1 oranzs. És megvan a harmadik. 2 sárga, 1 kék, oranzs.
Egy mag. És megvan a negyedik Dayblomunk is. Föltöltjük petálokat. Az apotékariakat. És újra előveszik a könyvet, ugyanis... Jaj. Ugyanis itt mutatja a helyes lehelyezést, tehát nem lehetnek közvetlen egymás mellett, hanem ilyen alakba kell, ez mögé például. De most nekünk csak négy van, ezért ide közvetlen lerakom mellé mind a négyet. És ezek, hogyha előkapjuk a botot, láthatjuk, ezek, hát így nem látjuk. Látjátok, ezek most már kicsit jobban termelik a manát, ott telik az a zöldség, és ebbe szépen gyűlni fog a mana. Na, következő lépés, hogy, jó, hát ez végül is itt, igen, ez a napsütés szereti, következő lépésként, hogy több energiát termeljünk, nem tudom, ezt meg tudom csinálni, ó, ezt nem, mert ez, igen, ehhez már kellene ilyen petálok, ez majd akkor a következő részben fogom megmutatni. A Zendoflame növény, ez, hogyha dobunk neki szenet, akkor sokkal jobban termel az energiát. Szerintem, ha van még elég alapanyagom, akkor csinálok még. Hát, négy darabra van, ebből is van. Szerintem ezért van nincs. Kell sárga. De van. Egy híján. Jó, hát akkor meg is van. Csinálok még négyet, hogy gyorsabban teljen a mana, vagy gyűjjön. Ez nagyon sokáig fog tartani, míg ez feltölti manával, és ez még nem is a vég. Szóval kettő ilyen, egy ilyen, és egy mag. Ismét, kettő ilyen, egy ilyen, és egy mag. Utántöltés. Úgy, és újból előre. Kettő. Jó. Az utolsó adag. Jó. Megvan az újabb négy növényünk. Ezt még lehelyezzük. És szerintem ez a videó. Szóval úgy kell lehelyezni őket, hogy keresztbe ne legyenek átfedésben egymással. Így mondjuk, ide még jó lenne egy, és akkor... De most már láthatjátok, most már nagyobb intenzitásra is gyűlik a mana. Ezeket is beállítjuk. Vagyis hát megnézzük. No, ez már jó? Jó. No. És már van némi mana a mana poolunkban. De ez még csak egy ilyen elő mana pool. Ugyanis, hogyha van elég vagyunk, van, living rockunk van, csinálni kell még egy mana poolt. És ha van, majd meglátjátok, van elég, igen, beledob. Szóval, meg is van. Ó, meg is van. Szóval, egy rendes mana pool, ezt pedig ki lehet innen szedni. Ebből majd tudunk csinálni még egyet, elvileg. Na de nézzük. Ez a rendes mana pool, mert abban nem töltődött annyi mana, mint szerettük volna. Na de megint éjszaka van, úgyhogy egy gyors alvás, mert éjjel a daybloomok nemből adódóan nem termelnek manát, illetve nem szívják be a manát, innen a közelből. Ehhez kellenek majd másik fajta növények, éjjel is termelnek. Na de, nézzük, igen. Szépen termelik nekünk a manát. És ebbe, és van benne energia? Ja persze, mert levettem áramra. Ebbe, és eljöttem be megint, ott van. És ebbe tudtok csinálni, hogyha van elég mana. Például több dolgot. Hol vagy? Itt vagy. Például kell nekünk
Igen, a gyémántnak ilyen a textúrája, így megváltoztatta. Például, hogyha gyémántot dobtok bele, van elég onnantok benne, beledobtok egy gyémántot, mert még sajnos nem elég, akkor ott mutatja, hogy ilyen pure mana, vagy pure diamond lesz belőle, vagy nem is tudom. Ha iron raktok bele, akkor pedig eselet, akkor pedig van a steel. De ezeket majd legközelebb, amikor már feltöltődött eléggé, hogy legyen benne. Elég mana. Így. Ezt meg ide félre rakom még, mert valószínű, hogy nincs több fehérem, de van jó. Valószínű, hogy majd még csinálok ilyet, és a következő részben még majd mutatom. Ja, még a másik esetleg, amit még megcsinálok, nem tudom, hogy van-e hozzá anyagom, de szerintem nincs elég. Hol a könyvem? Az pedig az altár, amit néztünk is az elején. Ez a runik altár. Igen, ehhez, igen, ez mondjuk a következő részben, tudom, ehhez kell majd mana gyémánt, mana pearl, valami. De közben azért, nem tudom miért raktam a diamondot, gyémántot, azt meghagyhattam volna, mert hogyha esetleg időközben megtelik annyira, még mindig nem, akkor hajtsuk meg egy kicsit a szerkezetet, termelje a manát. Kicsit jobban, hát ha sikerül ezt az altárt megcsinálni még. És amint így feltöltetik egy jó adag a csíkból, majd meglátjátok, egy ilyen vastagabb sugárban kifogja a manát magából. Most ott ment a mana. Hát igen, ez még kevés. Ha elvileg itt simán beledobjátok, akkor lesz belőle ilyen. De hát ez lassan termel, hogy még kell szerezzek videón kívül ilyen daybloomokat közéjük, meg nem is tudom, ezeket az éjszakaiakat, amik pontosan most nem tudom melyiket. Nightshade. Csak hát igen, ehhez is kellene. Na, nem kell, csak simán misztikus black, grey és purple. Ezeket pedig ide közéjük fogom rakni, amik éjszaka is termelnek. Na de ennyi lett volna ez a ottani alapja videó. Köszönöm, hogy megnéztetek, ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra. Ha Albino voltam, sziasztok!